pedig én úgy szerettelek, hogy szemben nem lehet. Balázs Fecó Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész páratlan karriert tudhat maga mögött. Szerencsés embernek tartja magát, és azt mondja, egész életét végig kísérték a csodák. Homok a szélben, azt mondod, az vagyok. Én a legnagyobb csodának azt tartom, hogy megszülettem. Ugye a sors egy olyan szakmát adott a kezembe, ami nem munka, hanem szerelem, szeretet, és abból is élek, és megélhetek abból immáron 50 éve. A zenei érdeklődése már 4 éves korában elkezdődött. Nagyanyám nevet, édesanyámat korán elvesztettem 4 éves korban, és egy olyan háznak a földszintjén nevelkedtem, körfolyósos ház, és szombat, vasárnap, jó ebéd és szólan óta mindig jöttek vándor muzsikusok ebédidőben. Hegedű, tangóharmonika. Pecóra ez olyan hatással volt, hogy tangóharmonikát kért az édesapjától karácsonyra. És egyszer csönd volt egy hétvégi ebédnél, és amikor fül után megtanultam dalokat, vettem a bátorságot és kimentem játszani. Csak azt vettem észre, hogy az újságpapírba csomagolt pénzt dobálják le. Ez volt az első tiszteletdíja. A házban lakott egy zongora tanárnő, aki zongorázni tanította. Majd zenei általános iskolába került, onnan pedig egyenes út vezetett a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába. Kezdetben a Neoton együttesben zenélt, majd játszott a Taurusban és megalapította a Korál együttest. Pályája üstökösként ívelt felfelé, ám egyszer csak minderültékből a villámcsapás, egy betegség szakította félbe zenei pályafutását. Olyan időszakban volt a 80-as években, amikor évi 460 koncertet adtunk. Péntek, szombat, vasárnap sokszor 3-4 napi 2 doboz cigarettát szívtam. Ez is hozzájárult, és egy válás közepén ért ez a történet. Egy hajnali szívinfarktus, amiben kórház, és megalapították, hogy a jó Isten vagy valaki fogja a kezed, mert ez egy hátsó falu infarktus, amiben általában 10-ből 9 elmegy. Valaki, vagy valakiknek szüksége volt még én rám. Kaptam egy újabb esélyt az élettől. Újjászületés, egy másik kaland. Azt mondja, tanult a történtekből. Egyik napról a másikra leszokott a dohányzásról, sikerült visszatérnie a zenei életbe, és a szerelem is rátalált. Felkértek egy fellépésre, de egy privát fellépésre, ahol valakinek én voltam a kedvence, és egy dalt kértek tőlem, hogy a születésnaposnak élőben átadjam. Hát aki ezt az egészet lebonyolította, leszervezte, organizálta, az most az én gyerekem, anyja és a feleségem. Én a sorszerűségben hiszek, mindegyikünknek gondolom én, hogy megvan írva az élete többé-kevésbé. Pecó zenei munkásságát számos díjjal ismerték el, és idén tavasszal ismét átértett csodát, Kossuth díjat vehetett át. Természetesen mindenfajta díj egy nagy elismerés, és egy nagy löketet ad az embernek az újabb feladatokhoz, így nekem is. De hogy megköszönjem azoknak, akiknek úgy érzem, hogy benne vannak ebben a díjban rajtam kívül, a szüleimnek, a tanáraimnak, a mindenkori zenész kollégáimnak, családomnak természetesen, és annak az embernek, aki remélhetőleg előbb-utóbb megkapja, aki csodálatosnál csodálatosabb szövegekkel ajándékozott meg, Horváth Attila barátomnak. És miért érdemes élni? Hogy az embernek maradjon valami maga után, jelen esetben ezek közül, a dalok közül, amiket, ha tulajdonképp példálozom azzal, hogy a világ minden vagy sok részén eljuthattunk, ahol magyarok voltak, és mindenhol ugyanúgy énekelték, mint Magyarországon egy koncerten ezeket a dalokat. Tehát ha mi nem leszünk, abban bízok az Attilával, hogy ezek a dalok legalábbis egy pár dal túlél minket. Én úgy érzem, hogy ezért érdemes élni. Szebb lesz a hullva, mondtad lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszed.